Sok szeretettel köszöntöm a tévénézőket a Stüssi-vadász étterem grill teraszáról. Terék Mirán úrral fogunk elkészíteni ma este egy pisztrángot, amely nyersre lesz húzva, és vaslapon lesz megsütve, és egy nagyon finom, friss kerti salátát adunk hozzá körítésnek. Meg is kérem a kollégát, hogy kezdje a halnak az előkészítését. Először picit bevagdaljuk a pisztrángot, majd utána megfűszerezzük. Közben én itt készítek hozzá egy kis finom füstölt szalonna zsírt, amelyen majd locsolgatni fogom itt a vaslapon a pisztrángot. Ez egy szilvásváradi pisztráng. Tudni kell a pisztrángról, hogy csak tiszta vízbe él meg, és gyors folyású patakokba tenyészik. Ettől alakul ki ilyen igazán kellemessé és izmossá maga a hús szerkezete, amitől a Magyarország halai közül, vagy Magyarországon létező halak közül az egyik legfinomabb halfajta ez, és ebből nagyon finom ételt lehet elkészíteni. Bízom benne, hogy ez is azok közé tartozik, amelyet itt a kedves kollega már is ide a vaslapra föl fog tenni. És ezen a vaslapon fogjuk itt sütni. Egy nagyon-nagyon picike kis olívaolajat aláöntünk azért, nem sokat, csak egy keveset, és közben itt elkészül hozzá a köret. Ez egy igazi nyári étel, amikor rengeteg fajta friss saláta van, friss zöldség van, azokból készítünk egy ilyen kellemes saláta keveréket hozzá, és nem hagyományos köretet adunk hozzá, hanem egy ilyen finom kis friss salátát. Azért is említettem az elején, hogy ez egy igazi nyári étel, tehát elsődlegesen nyáron, amikor sokfajta friss saláta van, akkor tudom én ezt ajánlani, illetve hát melegbe sokkal jobban esik az étel mellé egy friss saláta, mint mondjuk egy nehezebb galuska, burgonya vagy egyéb más köret. Igaz, hogy mondjuk ehhez az ételhez az önmagában nem is passzolna, de nyáron erőszeretettel a modern gasztronómiába ezeket a zöld salátákat adjuk köretként is. Közben kisült a füstölt szalonna, egy nagyon picit meglocsoljuk a tetejét egy kis forró füstölt szalonna zsírral. Ennek két lényege van ennek a füstölt szalonnának, az egyik az, hogy ízesíti a halat, a másik pedig puhítja, és nem csak alulról, hanem fölülről egy kis forró zsírral megöntözve a felső része is puhul. Közben átfordítjuk itt a halacskát, hogy a másik fele is próbáljon sülni egy picit. Ugye a vadász étteremről lévén szó, itt is látszik, hogy az éttermünkben nem csak vadételeket, hanem természetesen minden egyéb mást, többek között a halat is megtalálhatja a kedves vendég az étlapunkon, mint például a pisztrángot is. Vitaminpaprikát, lilahagymát, tévépaprikát és egyéb más zöldségeket készít itt a kollega össze köretként. Ezeket természetesen majd itt menet közben mondjuk, hogy mivel ízesíti. A halnak az ízesítéséről még annyit kell tudni, hogy a halakat nem igazán szoktuk különösebben fűszerezni. A halaknak az elsődleges ízesítése, fűszerezése az nem más, mint a hagyományos sózás. A sózással teljes mértékben minden ízanyagot ki lehet hozni a halakból, tehát hogyha az megfelelő mennyiségű sóval meg van sózva, nem igazán szükséges különösebben fűszert rakni rá. Ugyan manapság már olykor egy kis úgynevezett halfűszer keveléket szoktunk használni, de én azt mondom, hogy igazából nagyon nincs rá szükség. Átfordítjuk a másik oldaláról is. Még a másik oldalát is megöntözzük egy kis füstölt szalonna zsírra. Ezt természetesen nem csak így vaslapon lehet elkészíteni ezt az ételt, hanem hagyományos faszénparás sütőn is ugyanígy el lehet készíteni. Nálunk itt a grillkertben van lehetőség természetesen a faszénparás sütésen is, de mivel itt most egy adag étel elkészítéséről van szó, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt inkább hagyományos vaslapon készítjük el, és nem faszénparázson. Közben itt apróra összevágott kis vöröshagymát is készít a kollega, kis friss salátát kevert a salátaágyba.
úgynevezett zöld lolorosszó salátát, mint látom, kis kockára vágott uborkát, és a végén majd egy kis tejfölt fogunk hozzáadni, egy kis fokhagymával ízesítve. Ez valamilyen szinten a tartármártást helyettesíti, ez egy kicsit másabb, különlegesebb. Nagyon szépen sül, még egy kis locsolást csinálunk rajta. Mi lesz az ízesítés a salátán végül is? Mivel fogjuk ízesíteni? Ecettel ízesítjük először is, nagyon keveset teszünk rá. Igen. Utána a Worcester sauce. Az is egy nagyon finom ízesítésű fűszerkeverék. Valamint olívaolajat. A kevés sót. És apróra vágott vörös hagymát. Mint egy kis kevés citromlevet. Még egy utolsó kis szalonnás locsolás, és azt hiszem, hogy hamarosan el is fog készülni ez a pisztránk. Magyarországon az egyik legnagyobb pisztránktelep a Szilvásváradon található, esetleg a nézők kedvéért még ennyit elmondanák, és az egyik legfinomabb pisztránk Magyarországon a szilvásváradi pisztránk, ez is onnan érkezett. Sajnos a pisztránk nem azok közé, a halak közé tartozik, amit folyamatosan, főleg egy ilyen étteremben, ahol mi vagyunk, hogy nem ez a fő profilunk, hogy naponta 30-40 adag halat készítünk el. A fő profilű éttermekben ezt meg tudják oldani úgy is, hogy minden nap frissen érkezik. Nálunk, ha rendezvényre érkezik, akkor természetesen pisztránggal dolgozunk. Egyébként mélyfagyasztott, úgynevezett mirelit pisztránggal dolgozunk az étteremben. Én azt hiszem, hogy rá is lehet rakni a salátaágyat hamarosan, és ráhelyezném a tárra elkészült pisztrángot, gyönyörű szépen megsült. És akkor a salátáj tetejére ráhelyezzük a pisztrángot, és ezt tudom díszíteni nem is igazán kell, mert ez önmagát is díszíti, de úgy látom a kolléga készült egy kis gyönyörű szép díszsel még a végére. És mivel hogy a halaknak a ízesítése, a velejárója úgymond a citrom, ezért még egy kis citromkarikát ráteszünk a halacskára, és természetesen mellé, amiről már beszéltem, a tartármártás helyett egy kis tejfölt, illetve pontosabban fokhagymás tejfölt adunk, és már is elkészült ez a szilvásváradi pisztránk, nyárson sütve, zöldségágyon, jó étvágyat kívánunk hozzá!